Hello mindenkinek! A nagy hideg ellenére mégsem állt el a kedvenc műsorotok. Ezen a héten is sok érdekességgel készültünk. Először is a riporterünk járt a Csantavéri iskolába. Nézzük is meg, hogy mit hozott nekünk onnan. Voltál már versenyeken is? Igen, sokszor. És díjakat is nyertél? Igen. Melyikre vagy a legbüszkébb? Van 2 aranyérmem arra, de van mellette 4 ezüst, meg 2 bronz is. Régóta jársz ide? Igen. Mióta? 3 éve. És voltál már a versenyek előtt lámpalázas? Nem. És... bemutatnál nekünk pár lépést, fogást? Milyen az öved? Zöld. Büszke vagy rá? Igen. Voltál már versenyeken is? Igen. Díjakat is nyertél? Igen. Melyikre vagy a legbüszkébb? Az aranyokra. És régóta jársz ide? Igen. Mióta? 3 éve. Szerinted ez egy veszélyes sport? Nem. Miért? Hát nem tudom. Szerinted lányok is kipróbálhatják? Igen. És mióta szeretted ezt meg? Hát régóta. Hol nyerted az aranyérmet? Hát Bajmokon, Oromon, meg még sok felé. Milyen öved van? Sárga. És milyen övek vannak? Van fehér, fekete, barna, kék, sárga, citromsárga. Melyiket a legnehezebb megszerezni? A feketét. Te szeretnéd? Igen. Régóta jársz ide? Egyszer. Most először vagyok egy ide. Éve. Egy éve. És szerinted ez egy veszélyes sport? Nem. Miért? Nem tudom. Mit szeretsz benne? Az, hogy lehet harcolni, tanulni dobásokat, meg ezt, más nem. Nem fáj, amikor valaki megüt, vagy ilyesmi? Nem. Bemutatnál pár lépést? Régóta jársz ide? 1 éve. És szerinted ez egy veszélyes sport? Szerintem nem annyira. Milyen öved van? Sárga.
És melyiket szeretnéd elérni? Fekete. Szerinted is azt a legnehezebb megszerezni? Igen. Miért? A további vizsgák nehezebbek, mint ez a sárgöves vizsga. És amikor elestek, nem fáj? Hát néha fáj, de nem kell azért sírni. Megszoktad? Meg. Szoktál bemelegíteni is? Igen. Erre a judóra milyen ruhátok van? Hát ilyen, ami ő rajtuk van. Ilyen, itt kívül kemény a nadrágon, télvédő is. Hogy hívják ezt a ruhát? A judós ruha. És szereted viselni? Igen. A versenyeken voltál már? Voltam ötön. És izgultál előttük? Hát a legelsőn. És hogy győzted le a félelmed? Úgyhogy amiután még lett a harc, azután már nem izgultam. És izgatottan csinálod ezt? Nem izgatottam, nem mindig. Hallottam, hogy te néptáncos vagy, igaz? Igen. Mióta jársz ide? Egy éve. Szereted ezt? Igen. Már voltál versenyeken is? Igen. Díjakat is nyertél? Nem. Szeretnél díjakat nyerni? Igen. Melyiket szeretnéd, az aranyat? Igen. Miért? Szeressük a csoportommal az első díjat. Ki szerettette meg veled a táncot? A néptánc csoport, az összes, a csoport, meg az összes mindenki. Mindenki, aki ide, az első félem is, aki most éppen nincs itt, mindenki még szerettette volna. És szereted ezt? Igen. Kalapot szoktál hordani? Igen. Versenyeken. Igen. És szerinted hamarosan fogsz nyerni díjat? Remélem. Szoktál párba is táncolni? Igen. Köszönöm. Mióta jársz ide? Egy éve. Szeretted ezt a táncot? Igen. Miért itt mit tanultok? Hát, sárközi nevetést. Versenyeken voltál már? Igen. Nehéz megtanulni a lépéseket és ezeket a dolgokat? Nem. Voltál már versenyen is? Igen.
Előtte izgultál? Kicsit. De utána megszoktad? Igen. Nyertél már díjakat is? Nem. De szeretnél? Igen. Szerinted hamarosan fogsz nyerni egyet? Remélem. Miért szeretnél? Aranyat. És a versenyek előtt szoktak sminkelni titeket? Nem. És a hajatok hogy szokott állni? Be van fonyva. Egyre vagy kettőre? Kettőre. És milyen ruhát viseltek versenyen? Népviseletet. Látom, hogy mindannyiótoknak ugyanolyan a cipője. Igen. Megmutatod? Szép. Nehéz hangsúlyozni a verseket? Hát attól függ, melyiket. És voltál már versenyeken is? Voltam. Többen is. Nyertél díjakat is? Egyet. És melyik? És arra büszke vagy? Igen, nagyon büszke vagyok rá. Hol tárolod? Otthon. Vannak még helyeid, ahova raksz több kupát? Szerintem igen. És a versenyek előtt izgulsz? Igen, izgulok. És hogy győzöd le a félelmed? Úgy, hogy azt mondom magamnak, hogy ez csak próba. És a próbán ügyes vagy? Ott szoktam remekelni. Elmondasz egy verset? Persze. Szűcs Imre, piros alma, gyöngyvirág. Nem tudom, miért vannak annyira oda a szerelemmel, mert én ma kétszer is bokán rúgtam Katit, ő meg visszarúgott, és azt mondta, mit akarsz, tegnap óta Gergővel járok, te meg csimpaszkodj a bordásfalon. A nyelve csípős volt, akár a paprika, de engem nem zavart. A bordásfalnál már Jutka várt rám, akiben, mint a gyümölcskosárba, szótlanul belekaroltam. A mosolya tündöklő piros alma, a fogsora meg fürtös gyöngyvirág. Sziasztok! A szótárovat meglepetés tartogat számotokra, ugyanis megújultunk. Mivel mától nem csak én, hanem jó barátom Dániel is segít nekünk új szavakat megismerni. Ó, szia Dániel! Sziasztok! Erről jött eszembe, elárulom, hogy mi lesz a mai idegen szavunk. Biztosan sokan hallottátok, vagy használtátok is azt a szót, hogy trendi. Viszont ennek pontos jelentése vitatható. Bonyolult dolog ez a trendiség. Trendinek lenni is trendi, de az is trendi, ha nem vagy trendi. Akkor most hogy is van ez? A trendi az tulajdonképpen újdonsültet, népszerűt, illetve divatosat jelent. Aha! Igen, ám csak nem mindegy, hogy ki diktálja a divatot. Általában a hírességek a hunyók, például a fiúknál az a trendi, hogyha valaki úgy öltözködik, mint Brad Pitt, míg a lányoknál Hannah Montana diktálja a divatot. Azonban vannak olyan lányok, akiknek a fiús dolgok tetszenek. Nekik az a trendi, ha fiús hobbit űznek, például fociznak, és rózsaszín pulcsi helyett inkább más fiús ruhákba öltöznek fel. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem az a trendi, hogyha valaki nem annyira trendi. Igen, a trendiség főleg ízlés kérdése. Azonban trendiség helyett nem ártana inkább az iskolával foglalkozni, annak ellenére, hogy az már nem annyira trendi. Ezzel el is búcsúznánk, ennyi volt már a szótárolat. Jövő héten is találkozunk, addig is, sziasztok!
palicsi állatkertben már sokszor látom a barna medvét, ám de most se tudok olyan sokat róla, úgyhogy alig várom a következő összefoglalót. Nagyon szeretem a rajzfilmeket, meséket, ezért erre a hétre egy számomra kedves rajzfilmhésével készültem nektek. Ez az állat szerepel többek között a Mackó testvér, a Mici Mackó, a Nagyon Vadon, a Vackor, a Tivi Maci és még sok más rajzfilmben. Biztosan emlékeztek, nem is olyan régén beszámoltuk nektek a fekete medvéről. A mai adásban pedig a barna medvéről láthatok összeállítást. Barna medve van a palicsi állatkertben is, ha már jártatok ott, biztosan ti is láttatok. Ismerkedjünk most meg vele egy picit részletesebben. A barna medve a medvefélék családjának faja, az egyik legnagyobb termetű szárazföldi rakatozó. Az eurázsiai kontinens felén, továbbá Alaszkában, valamint még az USA és Kanada nyugati részén is megtalálhatjuk. Mexikóból és az Atlasz-hegység vidékéről mára kihalt. Teste 1-3 méter hosszú, tömege ennek megfelelően 100-800 kg. A barna medve mindenevő, gyakorlatilag mindent szeret. Legyen az fű, gomba, gyökér, erdei gyümölcs, rovar, kisemlős vagy szarvas méretű zsákmány. Nyáron elsősorban növényeket, terméseket és hagymákat fogyaszt. A táplálék után kutatva örömmel ássa ki az űrke lakó állatokat, mint például a cegereket, marmotákat. A barna medve bármelyik napszakban lehet aktív, de rendszerint reggel és este táplálkozik, a nap többi részét pedig fedezékében tölti. Ehhez többnyire egy mélyedést ás magának és belefekszik. A téli nyugalmi időszak a tél elején kezdődik, ezért odutás, majd száraz növényekből lepakol magának a hideg időszakra. Képzeljétek csak el, az is előfordul, hogy egymást követő években ugyanazt az odút használja. Télen testsúlyuk akár negyedével is jelentősen csökken, ezért tavasszal igyekeznek minél előbb reggelre elaludni. Kismedvéket bocsoknak hívjuk. A bocsok télen születnek, általában 3-4 jön világra. A természetben körülbelül 25 évet élnek, állatkertben az 50 éves kort is elérhetik. A medvék télen behúzódnak az otukba, ahogy említett. Ezért szeretnék egy ideülő vással kedveskedni nektek Csukás Istvántól. Mackó brumák, írgomborgom, bondám rongyos, ezért markom. Elballagott a szabóhoz, de a szabó pénzért költöz. A mackónak nincs pénze, elköltötte a kártmézre. Szegény mackó, mi lesz veled, hogyha megjön a nagy hideg? Remélem tetszett az összeállításunk. Ne búsuljatok, mert bár a mai adásunk véget ért, jövő szombatra is összeállítunk nektek sok érdekességet. Hogyha szeretnétek látni a csantavéri összefoglaló folytatását, akkor jövő szombaton is maradjatok velünk. Addig is jó tanulást! Sziasztok!